Adadi Zsolt, a Magyar Kendo Ujjárdősi Otoszövetség elnöke, köszöntelek, nagyon örülök neki, hogy itt vagy velünk. És az elkövetkezendő néhány percben ezekről a különleges stílusokról szeretnék veled beszélgetni. Mindjárt itt van az első is. Igazából azt lenne jó tudni legelsőre, hogy hogy is volt ez, mi volt előbb, tyúk vagy a tojás, éreskard, bambuszkard, fakard, hogy ment ez a történet a valóságban? Hát a harcművészetek azok a háborús időkből alakultak ki. A fémkard volt először. Természetesen, mikor már a stílus irányzatok kialakulnak, akkor a gyakorlás igénye is felmerül. Hiszen a gyakorlottabb harcos érte túl a találkozásokat, igaz? Így van. Tehát kialakítottak különböző támadási pozíciókat, helyzeteket, szituációkat kellett gyakorolni. De az éles karddal elég veszélyes a gyakorlás. Igen, ez valóban veszélyes lehetett. A valóságban igazából szintén ilyen díszes, szép ruhákban voltak a hétköznapokban is a szamurájok, vagy csak az ilyen különleges kardavaló találkozásokra öltötték ezt magukra? Hát a díszes világ, tehát amikor már a kardokat is díszítették, meg a ruhájuk is díszes, az a békeidőszak kora. Elég puritán volt az első időszak, tehát ők a szakmára koncentráltak igazán, tehát egyszerűek a kardok, egyszerűek a ruhák is. Nézzük akkor meg, hogy mi jött ezután, ha már az éles kardokhoz rohál a gyakorlásnál, azt beszéltük, hogy túlságosan veszélyes volt és túl nehézkes volt, akkor mivel folytatódott ez a dolog a valóságban? Tehát a következő lépcső a fakard volt, Japánban általában tölgyfát használnak, most itt egy Joe elleni gyakorlatot látunk. A Joe egy 128 cm-es bot, ez is inkább azért a békeidők, illetve a szegényebb rétegeknek a fegyvere volt. Amikor nem engedhettek meg maguknak kardot, akkor Joe-val és más eszközökkel próbáltak kardok ellen eredményesen harcolni. És ez tényleg működött a valóságban, és tehát szerinted valóban nyert csatát egy botos, egy igazi kardos ellen? Nagyon hatékonyan lehet a Joe-t használni. Két vége van, szúrni lehet vele, ütni lehet vele, csavarni lehet vele. Tehát egy nagyon kreatív és egy nagyon bátor fegyver, hisz kiáll egy 70 centis borotva ellen. Visszatérve a fakarddal való gyakorlásra, már könnyebbséget hozott a sérülések elkerülésében, de a tölgyfa, ez is egy kemény eszköz. Nem csak hogy fájt, tehát aki például nem engedhetett meg magának kardot, de elég erős volt, az képes volt elmenni fakarddal egy párbajba vagy egy csatába. És ha valakinek szétverik az ízületét egy fakarddal, az lehet, hogy belehal a sérüléseibe. Tehát abban a korban akár még egy ilyen fa eszköz is, akár életveszélyes fegyver is lehetett. A fakarddal való gyakorlás is visszafogottságot igényel. És ezt a visszafogottságot is el akarták kerülni. Tehát ahhoz, hogy ne kelljen visszafogni magukat a gyakorlás közben, nagyon sokat gondolkoztak azon, hogy egy védőfelszerelést fejlesztenek ki, és egy rugalmasabb kardot, amelyik nem okoz sérülést. És így alakult ki a kendo. Így jutottunk el a kendóhoz akkor. Tehát ez a bambusz karddal már nem tudnak egymásnak igazán sérülést okozni? Igazán a védőfelszerelésben még a fáj sem foglalkozunk nagyon vele. Tehát bele tud feledkezni az ember. Tehát kialakult egy sisak, amelyik védi a vállakat is, meg a fejtetőt. Ugye a leginkább egyenes fejvágással próbálják meg a japán vívásban megsemmisíteni az ellenfelet. Egy mellvért védi a törzset, két oldalról, a torkot is a szúrás ellen védi egy Nododare nevezetű kis párna, és a csípőt, oda nem viszünk be érvényes találatot, de védi a csípőt egy Tare nevezetű ilyen kis szoknya, és a csuklókat és a kézfejet a Kote, a védőkesztyű védi. És a bambuszkard négy egymásba csúszó lemezből van összefogva. Markolat, a fonákját egy zsinór képviseli, és az élét figyelembe kell venni, tehát a gyakorlás az a kard logikája szerint megy. Jó is lenne megnézni ezt a gyakorlatban, de vigyázz, mert azt hiszem kezdődik is a felmosás.
Az IAIDO lesz az első olyan dolog, amiről beszélgetni fogunk. Miharik Hunor, a Magyar Kendo Szövetség főtitkára. Szia! Köszöntelek én is itt köztünk. Sziasztok, és kérlek, beszélj egy kicsit arról, hogy mi az IAIDO története, hogy alakult ki, és egyáltalán a szaburáj kultúrához ez hogy kapcsolódik? Hát ugye az IAI az azért érdekes, mert a középkorban egy folyamatnak lett egy eredménye, és ennek a folyamatnak nagyon érdekes volt a története. Az első része az, hogy a harcmodor az megváltozott. A csatákról, csatamezőkről, a véres csatamezőkről bement a városokba, a falukba ugyanez a fajta küzdelem. A következő az volt, hogy a küzdelem bement a városokba, a falvakba, de ott már nem használtak páncélt, hanem rendes ruházatot, hétköznapi ruházatot. És a harmadik pedig, hogy volt egy élesesző szamuráj, aki kitalálta azt, hogy hogy lehet úgy kardot elővenni, hogy egyből használjuk is. Ellentétben az előző években használatos párbajvívással szemben, amikor elővették, akkor te vagy az ellenfelem, tudom, hogy veled fog megvívni, vagy akár többel is, de a kardot előbb kihúzták, és utána használták. Na most ez a szamuráj pedig, ahogy kihúzta a kardot, már vágott is vele, tehát nagyon hatékony módszer volt arra, hogy az életét megmentse, vagy éppen, ha az orvtámadásról volt szó, akkor ezt lehetett használni nagyon hatékonyan. Ugye azt még hozzá kell tenni, hogy a kardot a csatákban, meg a páncélzatban kívülről hordták. És egy ilyen felfüggesztő kis valamin lógott a kard, tulajdonképpen így össze-vissza mozgott. De ugye a szamurájnak ahhoz, hogy jól el tudja kapni a kardját, egy biztos hely kellett. Ezért betűzték a ruházatukba. Igen, majd fogjuk azt látni a következőkben. De ugye előtte éllen lefelé állt a kard, mint ahogy a szabjáknak is, majd ezt megfordították éllel felfelé, mert úgy volt a leghatékonyabb használni a kardot, hogy ki is lehessen egyből húzni, és vágni is lehessen vele. Tehát tulajdonképpen ezek a technikák titkosak voltak, mert hogyha más tudta ezt, akkor nyilvánvalóan ugyanezzel ellen tudott védekezni. Tehát ez titokban volt tartva, és ez egy vonalról megmaradt ránk, hogy ez hogy is alakult ki 450-500 év alatt, és ezt fogjuk, ez maradt fönt ránk, és ezt tudjuk most gyakorolni. Szóval nagyon érdekes dolog, hogy egy ilyen régi kultúra ránk maradt. És sokak életét megmentette gyakorlatilag. És sokak életét megmentette. Ha meg valaki nem tudta jól kezelni, akkor nyilván nem tudta továbbadni se. Világos. Tehát nyilván elég hatékony dolog volt, és ezért képesek voltak ezt csinálni. Titokban tartani. Így van. Mi történik most? Mit látunk most? Ez tulajdonképpen egy tiszteletadási rítus az IAIDO-ban. Minden gyakorlat elején és a végén is végig csinálja a gyakorló, és tulajdonképpen ennek az emlékeztetője annak, aki csinálja az IAIDO-t, hogy tudatosuljon benne az, hogy igaz ugyan, hogy emberi életeket kioltó technikákat gyakorol. Mert tényleg az gyakorol. De emlékeznie is kell arra, hogy ő nem egy vadállat, hanem egy alázattal teli ember, akinek van egy tudatos érzelme is, és van egy tudatos felelőssége is. Ezért az elején meg a végén egy ilyen záró akkordként tudatosul az emberbe, hogy nagyon pontosan kell valamit végrehajtanom, ahhoz már tisztelettel kell hozzáállnom, hogy ezt keretbe foglalja. És most pedig akkor? Most pedig arra fogunk példákat látni, hogy vajon ez az IAIDO, ami tulajdonképpen olyan, mint egy árnyékvívás, hogy is manifestálódik, hogy is néz ez ki, mikor valaki egyedül gyakorol. Ugye az IAIDO titokban csinálták egyedül, általában otthon, vagy olyan helyen, ahol nem látták. És ugye akkor tudták a technikát használni, amikor már ugye éles helyzetben voltak, mint például ez is, itt valószínűleg egy szerződés, vagy valamilyen megbízás, igen, nem fogad el az egyik oldal, és hát ugye ennek lehet, hogy véres... Mostanában is előfordul, meg a mai életben is. Igen, bár nem így szoktuk kezelni őket, de... Legtöbbször nem ide. Juhá! Igen, ahogy mondtad, a konfliktusoknak a rendezése végül. Igen, hát nem biztos, hogy a mai korban már így kéne, ez volt a lényeg, hogy a kardot kihúzta, és már használta is. Ez volt az egyik nagy titka az IAIDO-nak, ami megmaradt egy külön alágaként a kardvívásnak. És ugye van a párbajvívás, az a kendo, meg van az IAIDO, meg az egyedüli orvtámadások ellen használatos. Most pedig meg fogjuk nézni, hogy néz ez ki, tulajdonképpen, hogy amikor egyedül gyakorolta a szamuráj régen ezt a gyakorlatot. Hát ez maga a forma gyakorlat. Ez maga a forma gyakorlat.
ugye fontos tudni, hogy az IA-nak mindig van egy olyan része, amikor tényleg csak az ellenfélnek a megsemmisítéséről van szó. A másik része az, amikor a kardról a vért eltávolítja, és az utolsó rész pedig... Ez a bizonyos mozdulat, amit ezt mindig fogjuk majd látni a továbbiakban is. Az utolsó pedig az, a kardot elrakjuk, és mindezt olyan lelkülettel kell elvégezni, hogy az éberség meg az azonnali reakció képesség mindig fönn legyen. Tehát nem csak a forma volt a fontos, hanem a lelki tartalom is, mert annélkül nem lehetett ilyen helyzetekben ezt megoldani. Jön egy következő szituáció. Igen, itt majd egy olyat fogunk látni, hogy egy támadó álló helyzetbe kerül, a másik pedig ülőbe marad. Na de hát ugye ez egy nagyon, nagyon rossz helyzet, és ezt hogy lehet megoldani? Itt is ez bizonyos egy mozdulat, ami egyben már egy véd. Egy olyan mozdulat, amivel már nem csak véd, hanem egyben ellen is támad. Ugyanúgy, mint a kendóban, az iaidóban sincs védekező technika. Ellentámadó technika van, de csak védekező technika nincs. Tehát ez nem egy önvédelmi sport gyakorlatilag? Nem egy önvédelmi sport. Nyilván volt használva önvédelemre is jelleggel, de alapvetően a lelkület az a mindig a támadást hozza. Ha már kihúztuk a kardot. Ezt fogjuk most látni, hogy hogy gyakorolta az egyén egyedül. És lehet látni, hogy ilyenkor már, amikor gyakorol az ember, a testtartás rendkívül fontos, hogy az él iránya milyen a kardnak. Ha nem ad hangot a kard, akkor az nem jó vágás. A koncentráció, az odafigyelés, és nyilván az éberség, amit már az előbb is említettem. És minden apró mozdulat a helyén van. Plusz nem szabad elengedni ezt, mikor már elvégezted a dolgod, mondjuk így, viccesen, vagy elvégezted a munkát, utána még ugyanúgy fönn kell tartani azt a készenléti állapotot, ami a kendóban is, majd vissza fogunk hallani, meg a csódóban is, ami nagyon fontos, hogy állandóan a harci tudat fönnmaradjon, és ez ne lankadjon. És akkor egy harmadik jelenet? Igen, ez már ilyen kicsit ilyen csoportosabb jellegű, és ez csak álló. Ugye, két haramia megtámadja az ihajdóst, aki elég gyorsan és hatékonyan kezeli a helyzetet. Itt már nem csak a kardhegyét használta, hanem volt benne egy kardhegy. Igen, itt az volt az érdekes, hogy olyan hirtelen támadott rá, hogy a kardot már nem volt ideje előhúzni, azért a markolatot használt, és azzal ütötte meg az ellenfél arcát, amitől elkábult, mátorra jött a másik, leszúrta, csak majd végezett a másik, nyert. Időt nyert vele. Ezt látjuk meg életben. Most élesben. Ugye lehet látni, először figyel, utána lép. Nem először fordul úgy, hogy ne figyelne oda, mindig a szeme ott van az ellenfelen. Ez a vérnek a letisztítása a karpengéről. És milyen nehezebb egyébként, párban vagy egyedül gyakorolni az iaidót? Mind a kettő nehéz. Azért, mert az egyedüli gyakorlásban ugye el kell tényleg képzelned, el kell mondjuk így hitetned a nézővel is, aki nézi, hogy ezt úgy csinálod, meg belül is át kell élned. Ugyanakkor meg, ha párba csinálod, az meg a távolságtól függ, hogy tudd azt, hogy milyen sebességgel jön rád az ellenfeled, vajon ki tudod-e számítani, hogy milyen technikával jön, és ezt próbálod belekalkulálni. Tehát mind a kettő nehéz, csak más szempontból. Hosszú idő, míg az ember eljut a gyakorlásban addig, hogy fakardból, rendes, igazi éres kardból gyakorolja. Igazániból nem. Ez megint iskolától függ, hogy ki hogy, meg tanártól függ, hogy ki hogy vezeti ezt be. Vannak olyan iskolák, ahol már egyből ilyen karddal kezdenek, de van olyan is, ahol hagynak egy évet, jó pár hónapot ahhoz, hogy a fakarddal kezdjenek el gyakorolni, szóval majd utána az igazi karddal, vagy gyakorló karddal. Most látjuk a záró ceremóniát, vagy tiszteletadást. És tulajdonképpen a szamuráj kultúra az három pilléren állt, a szamuráj gondolkodásmód. Az egyik a zenbuddhizmus. A zenbuddhizmus az azt adta, hogy az egójukat le tudták győzni. Adott hozzá egyfajta iránymutatást. Tehát ugye ott a megvilágosodás volt a cél a zenbuddhizmusba, meg az, hogy az egón túli létünket elérjük. A szamuráj ezt úgy tudta hasznosítani, hogy a félelmét megpróbálta vele
csökkenteni vagy eltüntetni. A második, a konfucionista erkölcstan, az pedig az, hogy hogy tud jó vezető lenni egy ilyen ember, aki az élet halál ura, mondjuk így, a földi életben, de hogy tud mégis erkölcsös ember maradni. Az utolsó pillére pedig a sintó vallás, az pedig arról szól, hogy hogy lehet fölvértezni magukat olyan erőkkel, olyan isteni erőkkel, ami mindenhol ott van, és hogyha ezt jól csinálja, akkor megkapja azt a kegyet az istenektől, hogy ő mindig védve érezze magát, mint egy ilyen lelki páncélzat, vagy védőisten, vagy szerencseisten, ami állandóan győztesként hozta ki. Tehát ez a három gondolkodásmód volt az, nem is mondanám mindegyik, hogy vallás, ami igazán föltöltötte őket, és bátrakká, meg olyanokká tette őket, amilyenek ismerjük a szamurát. Köszönjük szépen. Nagyon szívesen. Dzsódó. Újra Vadadi Zsolttal beszélgetünk. Zsolt, mit kell tudnunk a dzsódóról? Beszéltük az elején, hogy így a bot és a kard párhuzama, de mit kell tudnunk a dzsódóról, vagy a dzsódósról igazán? A dzsó az egy bot. Egy 2,5 centi vastag, 128 cm hosszú tölgyfa bot. Ugye a háborús időkben minden fegyver volt, a cséphadaró, így a ház körül található bot is. Egy nagyon kreatív harcművészet, nagyon szeretem őket, mert bátrak, kiállnak egy 70 centis borotva ellen, akár egy kiskard ellen, Naginata ellen, Kusagiri Gama ellen, minden ellen kiállnak. Az Edo-kori filmekben a rendőröknél lehet ilyet látni, de egyébként a mai rendőrség előtt álló posztos rendőrnél is van egy dzsó. Mindkét végét használja, üt vele, szúr vele. És nem csak tradicionális okokból, hanem azért is, mert használni is tudják a mai így napig is, van, hogyha így kell. Van. Tehát tényleg egy praktikus eszköz. Egyrészt szerény, tehát ott lehet nálad, nem okoz feltűnés, és nagyon jól lehet használni. Most ugyanolyan szituációkat látunk, mint amit az IIDO-nál is. Ilyen kis hétköznapi események, amik valamilyen veszekedésbe fulladtak. Ugye a japán harcművészeteknek a metodikája az szinte ugyanaz. Vannak technikák, alaptechnikák, hogy használjuk az adott eszközt. Vannak támadó technikák, hogy azzal az eszközzel, a használaton túl, hogy lehet az ellenfelet megtámadni, vagy hárítani, tehát hárító technikák, hárító és visszatámadó technikák, illetve mindig van egy további támadásra kész állapot, az úgynevezett zanshin, és ezekből az elemekből formagyakorlatokat raktak össze, a katákat. Tehát a katák is megtalálhatók, mind a karatéban, a judóban, a kendóban, és így tovább. Ilyen formagyakorlatokon keresztül, ami egy egegyezésen alapul tulajdonképpen, most ezt fogjuk gyakorolni, ezt a szituációt. Ebből a tartásból így jössz felém, egy hosszú karddal, egy rövid karddal, így megtámadsz, én erre ezt csinálom, és aztán ezeket a történeteket lehet hosszítani, és a dzsóra ez jellemző, majd később látunk kendót, ott elég rövidek a katák. A dzsó, mivel nem okoz akkora kárt az ellen. Igen, nehezebb dolga volt. Ezért nagyon kreatív, nagyon találékonynak kell lennie, nagyon kell tudni koncentrálni, és kitartónak kell lenni. Tehát, hogyha megnézzük ezeket a történeteket, akkor nem rögtön van vége, van úgy, hogy újra és újra és újra támad. Még a valóságban is még mindig mozgott az ellenfél, igaz? De egy ilyen krisztusi türelemmel tudják ezt kezelni. Igen, jössz még, gyere! És újra van válasza. Koncentrál, figyel a távolságra, közel kerül. Ha kell, gyomorszájon szúrja, hogy eláll a lélegzete az ellenfélnek, majd ha onnan még akarja ezt az egész parádot folytatni, akkor tovább folytatja. És a végén mindig a dzsó győz, és konstatálja, hogy fiam, nem kéne ezt csinálnod. Megmondtam az elején, hogy nem kéne. Látod, hogy nem kellett volna ezt csinálni. És ezeken a gyakorlatokon keresztül szépen készségszintre tudják kigyakorolni az adott szituációt, hogy ne kelljen rajta gondolkozni. És ez nagyon fontos a katákban, ez a célja, hogy nem töri a fejét azon, hogy ő most mit csinál, hanem jön, automatikusan jön.
egy szemvillanásból, a távolságból, a szituációból, az előző mozdulatból gördül át a következőbe, ha még nem győzte le. Mondod, hogy a hétköznapi életnek a fegyver, akkor ez hívta elő igazából tényleg életre ennek a gyakorlását is, hogy ezt aztán tényleg, ahogy mondod, bárhol meg lehetett találni, és bármikor lehetett ezzel. Igen. Minden házatásban van egy bot. Igen. Illetve a szamurájuk is úgy nem feltétlenül hozták elő a kardot. Ez nagyon fontos, hogy a filmekben is látszik, tehát a rossz szamuráj, aki hepciáskodik, és rögtön mindenáron kardot ránt. A jó szamuráj megpróbálja megállítani kartokkal, bármivel, ha kell, judóval. És végső esetben, ha már nagyon elfajult a helyzet, akkor nincs mit tenni, le kell vágni az ellenfelet. Ugyanúgy meghajlással, tiszteletadással ér véget minden gyakorlás. Akkor nem is annyira fizikai erő itt, ami leginkább dominál, hanem itt is inkább az eszköz és a technikának egyfajta használata. Nem kell hozzá olyan nagyon erős fizikum, de állóképességet fejleszt, a hossza, a légzés használat, az impulzív eszköz használat. Ki lehet benne melegedni, ki lehet nézzük benne meg izzadni. Oké, nézzük meg a kendót, most már nagyon várjuk, remélem. Ja. Újra jön a kendó, illetve azt mondjuk, hogy most már jön a kendó, de újra fakarnokat látunk a színpadon. Ők is használták akkor ezek szerint, még a kendósok is. Igen, a kendó katát, azt fakarddal gyakorolják. Mint már mondtam, ezek is úgy épülnek föl, hogy van egy kamae, egy alaptartás, utána egy konfliktus, egy technika, a waza, és a zanshin, a további támadásra kész állapot. Három kendókatát fogunk látni. Az első, az a legfontosabb, egyenes fejvágásra épül, és az egyik megtámadja a másikat, és ugyanolyan egyenes fejvágással halálos csapást mér rá. A második kata már egy kicsit szelídebb lesz, csuklóvágást fogunk látni, egy csúdan, egy alap középső tartásból, csúdánból indulnak, megközelítik egymást egy kör távolságra, és egy csuklóvágással tulajdonképpen harcképtelenné teszi az ellenfelét. Ez a szelidebb verziója. Ez a szelidebb verzió nem halálos csapást mér rá, hanem harcképtelenné teszi, de azért egy elég nagy sérülés, ha valakinek levágják csuklóból a kezét. A harmadik kata ennél még békésebb. Egy nagyon érdekes úgynevezett gedan alsó tartásból indulnak, megközelítik egymást, és fenyegetve összecsapnak tulajdonképpen a lelki erejükkel, szúrás váltás és szúrás hárítás után hátrálásra kényszeríti egy olyan megvert pozícióba, ahol a kardját leeresztve tulajdonképpen feladja a szituációt, és így megmarad az élete. Tehát így épül föl az első három kata tulajdonképpen veszélyességében is a kendóban. Vannak további katák, vannak rövid kardra is katák, és ezeken keresztül gyakorolják tulajdonképpen a valóságos kard alakú fegyvernek a használatát. És akkor később majd áttérnek a korábban látott páncél használatra és a bambuszkart használatra. Hamarosan kezdődik akkor az igazi csihipuhi. Így van, a kendo az egy full kontakt, igazi full harcművészet. Kontakt. És megérkeztek a kendósok, megérkezett a csihipuhi, amit mondtunk, full kontakt az egész, fiúk elkezdenek felöltözni. Mi ez, mit tudunk mondani a ruházatukról? Tehát ahhoz, hogy zavartalanul neki tudjál menni az ellenfélnek úgy, hogy nem kíméled, nem aggódsz az egészségéért, hanem csak a saját szándékodat végrehajtod,
ahhoz egy jó védő felszerelés és megfelelő eszközök kellenek. Csípővédő, tare, védi a nagyon fontos részeit az embernek, illetve a lecsúszó vágásoktól a csípőt, csípőcsontot. Mellvért a dó, ez vagy egy műanyag bőr mellrésszel, a szép és nagyon drága az bambuszszeletekből és gyönyörű japánlak, japánlak borítással. Általában nyers bőrt feszítenek rá nedvesen, és utána lakkozzák. De van gyönyörű páncél, cápabőr, bőr. Kézzel készítik az eredetit. Kézzel készítik, cápabőr lakkozva a lakmesternek elviszik, és akkor egy pár millió jenért ezt már lehet olyat kapni. Ugrálnak a számok. Igen. Mondjuk cseresznyefa füstön füstölt szarvas tenyérbőr, mert az állítólag jobban bírja az izzadságot, mint más, és mondjuk sejem bevonatú men párnák, titán, hogy könnyű legyen a maszk, és így tovább. Tehát a csillagos ég a mai mestermű szintű ilyen kendó páncél. Hétköznapi kendósnak azért nem kell. Teljesen felesleges. Tehát visszatérünk a hétköznapokba, az kell, hogy védjen, hogy neked se fájjon, és ne azon kezden foglalkozni, hogy ez most fáj, illetve hogy neki merje menni az ellenfélnek, hogy ne okozzál neki sérülést vagy fájdalmat. Az izzadság ellen, illetve a sisak alá fölvesznek egy úgynevezett tenuguit, ez egy kis kendő. Ilyen lelkesítő mondatok, zenből örökölt mondatok szoktak rajta lenni. Talán pont az Ákoson az van, hogy kókenjiai, ez azt jelenti, hogy a kendo gyakorlásán keresztül ismerjük és szeretjük meg egymást. Tehát ez egy ilyen baráti jelmondat tulajdonképpen. És erre fölkötözik jó erősen az arcukon egy párnával a ment, a fej védő sisakot, ami a vállukat is védi. Minden tradicionális, az európai vívásban már vannak tépőzárak, meg gumipántok itt, gyakorlatilag mindenből megőrizte a kendo ezt a tradicionális. Igen, és megőrzi azt, hogy hogy kell megkötni egy masnit, például ezt, hogy ez lefelé álljon, és ez így, mert hogyha ezt nem így kötöm meg, hanem fordítva, akkor azt úgy hívják, hogy bakamuszubi, hülye kötés, és azért van, mert egyrészt ronda, másrészt meg a csatában kinyílik. Tehát erre is odafigyelnek, hogy a megfelelő irányból megkötött csomó a csatában tart, és az élete múlhat rajta. És ezt vakon itt hátul is meg tudják kötni, meg a hátuk mögött a dónak, tehát a mellvértnek a himóját, tehát a zsinórzatát. Ez az oka, hogy nem térnek át gumira, a tépőzár és mindenfajta modern olyan eszközre, ami talán megkönnyíteni a felöltözést. Igen, tehát a japán az egy nagyon érdekes kultúra. Tehát ugye az összes háztartási kütyű szinte Japánból származott az elmúlt időszakban, most már azért Korea, Kína is gyártja őket. Ennek ellenére a bambusz eszközök ugyanúgy megtalálhatók a háztartásban, és ők nagyon jók abban, hogy hogyan lehet áthozni a mai modern korba a régi dolgokat. És ilyen a kendo. És most a fiútól gyakorlatokat, vágásokat fogunk látni. Igen. Ugye, mint említettük, a legegyszerűbb vágás egy karddal, az egyenes vágás, és ha egyenesen fölülről vágok lefelé, az a fejét fogja eltalálni az ellenfélnek. Szamuráj filmben ez úgy néz ki, hogy ketté vágják az ellenfelet, a két fél hapsi így ketté dől, és ők átmennek közötte. De azért ugye a legközelebbi testrész az az első, tehát a jobb keze egy alaptartásban, tehát a következő logikus találati felület az elülső kéz, a csuklója, igen. A testpáncél is akkor szerepet kap ezek szerint majd? Igen, tehát a következő, amit ugye szamuráj filmekben szoktunk látni, hogyha valaki nagyot vág, akkor az alatt a vágás alatt el lehet menni, és a törzsét vágást bevinni. Tehát ez a dóvágás a mellvért oldalára bevitt vágás.
Illetve az a torokszúrás, a sisakon van egy kis párna középen, és azt kell eltalálni. Hát ez egy kis cél, de az ügyes. Fáj egyébként? Érdemes megfeszíteni egy kicsit a nyakadat, és nem jó, ha alá megy, mert azért az meg tudja dörzsölni a nyakadon a bőrt, és akkor az kellemetlen. De igazán mondom, nem kell, hogy fájjon semmi a kendóban. Ezek voltak a technikák alapban, és gyorsan, amikor életszerűen vívnak, akkor ezek lerövidülnek, felgyorsulnak ezek Igen, a technikák? Nagyon gyors tud lenni. Annak ellenére, hogy nem a gyorsasággal győz tulajdonképpen egy kendós, hanem azzal a nyomással, amit az ellenfélre helyez. Azt szokták mondani, hogy győzd le az ellenfeledet, és amikor legyőzted, akkor vágd le. Tehát a kendóban a vívás az már az elején, az ellenfél megközelítésén, hogy milyen hanggal, milyen testtartással a középső síkban, a középső tengelyben, az ellenfél kardjának kiszorításával támadod meg, és olyan energiát, olyan nyomást helyezek rá, amitől ő megrendül. És hogyha ezt el tudom érni, ez a szeme. És hogyha reakciót, megdöbbenést, lecövekelést, lélegzetvételt, megtorpanást ki tudok váltani az ellenfélből, az már egy előnyt biztosít, és utána biztos, hogy be tudom vinni a találatot. Tehát a kendóban a vívás az erről szól. Hogy tudok reakciót kiváltani az ellenfélből, hogy tudok olyan nyomást helyezni rá, amiből előnyt szerzek, és utána le tudom győzni. A nyomás egy pszichikai nyomás. Egyben. Fizikai, pszichikai nyomás természetesen. Ha egy vágással nem érek el célt, akkor vágok kettőt, vágok hármat. Tehát a következő az az lesz, hogy nem egyet vágok, hanem kettőt, akár hármat is. Tehát náluk is vannak kombinációk, támad az egyik ellen, támad más, hogy szabad a küzdelem, szabad a harc, ugye? Igen, tehát egyrészt mondom, több vágás lehet egymás után csinálni, illetve ezzel a nyomással, amit az elején említettünk, ki lehet váltani azt, hogy az ellenfél nem bír a szituációval, és elhamarkodottan vág. Ezek a megelőző technikák, tehát az ellenfél támad. Itt például azt láttuk, hogy nyomást helyez rá, fejvágásra jön, alatta elmegy egy dóvágással. Ez a második szintje. Ugye az első szintje az volt, hogy én első szándékból védtelenné teszem, legyőzöm kvázi az ellenfelet, és levágom. A második az, hogy olyan második szint, ami egy gyengébb szintet jelent, nem magasabb szintet, egy kicsit gyengébb szint az, hogy nyomást helyezek rá, és ő nem bír ezzel, tehát megtámad, és azt vagy megelőzöm, vagy, és ez a harmadik szint, az ellenfél támadását hárítva vágom meg az ellenfelet. És nézzük meg, hogy hát ha vívnak is egyet a fiúk, és hogyan működik a valóságban, éles küzdelemben az egész. Ugye már itt is van egy tradicionális köszönítés, köszöntés az elején. Mindig tiszteletadással kezdődik, és tiszteletadással végződik egy kendó gyakorlás, illetve a harcművészetekben korábban is láttuk. Ez nagyon fontos. Nem tudnánk gyakorolni az ellenfél nélkül. A jó ellenfél, aki a legtöbbet ki tudja hozni belőlem, az a legjobb mester. Ezekben a szituációban akár olyan teljesítményekre is képesek, amit nem gondolnak saját magukról. Tehát ha bele tudnak feledkezni ebbe a harcba, akkor önmaguk fölé tudnak emelkedni. Abban a pillanatban, hogy nem az önsajnálattal foglalkozol, hanem tovább koncentrálsz, mersz, próbálod, összpontosítasz, visszatartod a vehemenciádat, összpontosítod az energiádat, és tudod kontrollálni, azok
egy-egy lépést jelentenek előre a kendóban. Mind a távolsággal kapcsolatban nem szabad túl közel menni. Azt is tanítják, hogy legyél hozzá közel, de ő legyen tőled távol. Tehát neki még az a távolság ne legyen jó, mert ne merjen, olyan nyomást helyez erre, hogy ne merjen, de te már tudod, hogy innen meg tudod vágni. Ezt hogy állapítja meg egy bíró, hogy mi a találat? Európai Vás, odaszúrja a lámpa, itt nincs ilyesmi. Mi alapján, kik a bírók és hogy döntik el? Három bíró van, általában nagyon tapasztalt mestere, és ők már átélték ezt. Tehát ő a hangjából, a szituációból, a logikájából, hogy igen, abban a távolságban van, jól felépítette, ha nem is látja, de hallja a hangját, hogy ez tisztán a kezére vágta, és logikailag jó, általában egyértelműen mind a három bíró meg szokta adni. Szubjektív. Ennek ellenére segíti fejlődni a kendósokat. Nincs vita. Az az érvényes találat, amit a három bíró vagy két bíró legalább megad. És nincsen helye reklamációnak, nem is ez a lényeg. Az a lényeg, hogy olyan találatot érjek el, amit három vagy legalább két bíró megad. Tehát ezek szerint akkor a kendósnak vívnia kell, hogy még jobb kendós legyen, a bírónak vívásban kell maradnia, hogy még jobb bíró lesen, és így gyakorlatilag megvalósul lesz, hogy addig dolgoznak, addig vívnak, ameddig, addig tanulnak, ameddig csak tudnak kendőt. És ez nagyon fontos, hogy a kendóban egy életen át lehet fejlődni. Tehát én vívtam olyan 80 éves mesterrel, hogy megérinteni nem tudtam. Tehát mindent tudott, hogy mit fogok csinálni, ráért. Hiába vágtam gyorsan, itt volt a kardom, és egy picit elmozdult, és megvágott. Tehát tényleg úgy van, mint a mesében, hogy ezek a mesterek olvassák a fiatalokat, és 90 éves korukig is még tudnak fejlődni. Nem olyan vehemensek, de azt az egy vágást, ami maga a csoda, és megadod neki, ezt be tudják vinni. És ez nagyszerű. Okay, köszönjük szépen.